így egyszerűbb. Sziasztok, Matilda vagyok, és ebben a videóban megcsinálom a 7 főbűn teget, amire Dominika hívott ki a Just a Book is Soul csatornáról. Ezúton is köszönöm a kihívást, és akkor nézzük a kérdéseket. Az első kérdés a kapzsiság, azaz melyik a legolcsóbb, illetőleg legdrágább könyved? Hát azt nem tudom, nem tudtam, hogy ebbe az ilyen ajándékkönyvek, meg ezek beleszámítanak-e, úgyhogy egy olyan könyvet választottam, amit ténylegesen megvettem, mármint a legolcsóbb könyvhöz. Ezt akkor vettem, amikor Book Depository-n ilyen nagyon nagy leárazás volt, és ez a könyv olyan majdnem 1400 forintba került. Csak, szóval így nagyjából ez a legolcsóbb könyvöm, hogy mit ténylegesen vettem, és nem kuponnal vagy ilyesmivel. Ez pedig Sarah Silverwoodtól a The Double-Edged Sword. A legdrágább könyv pedig, amit valaha vettem, az egy nagyon drága könyv volt, de én ilyen Extreme Rick Riordan könyvgyűjtő vagyok. És hát muszáj volt megvennem, mert ez gyönyörű, meg hát el is akartam olvasni, mert egyébként ez viszonylag egy hosszú könyv is. Ez pedig nem más, mint a Percy Jackson Görög Hősök. Fogalmam sincs a magyar című, a pontos magyar címről, mert nem tudom tényleg. De ez a könyv nagyon drága volt. Hát majdnem egy 10-es, mert 9000 valamennyi volt. Pontosan már nem emlékszem, mert 2-3 éve vehettem. Hát ez szerintem látszik, ez egy hatalmas nagy könyv. Tele van, jaj, csúszik szét. Tele van illusztrációkkal is. És megvan ebből a görög istenek is, de az egy kicsit olcsóbb volt, mint ez, mert ez majdnem 400 oldal vagy több. Egyébként ehhez annyit hozzáfűznék, hogy egyszer bementem a könyvesboltba, és megnéztem a magyar fordítást, és én nem tudtam, hogy abban nincsenek benne az illusztrációk. És azon így nagyon meglepődtem. De ennyi. Ennyi a sztori lényege. Szóval ez egy nagyon drága könyv, és nagyon nagy. A második kérdés a harag, vagyis melyik íróval állok, szeretem, gyűlölöm kapcsolatban. Szerintem ilyen író konkrétan nincs, mert hogyha olvasok valakitől, akkor nem is az írót nem szeretem, hanem inkább a könyvet. Vagy hogyha valamelyik írónak nem tetszik a könyve, akkor utána nem szoktam másikat olvasni. Egyetlen egy író van, akit úgy nagyjából ide tudok sorolni, de őt sem az van, hogy egyszer gyűlölöm, egyszer szeretem, igazából szeretem, csak volt egy könyve, ami nagyon nem győzött meg, ez pedig nem más, mint Matt Haig. Ugyanis Matt Haigtől olvastam a Reasons to Stay Alive-ot, tényleg nem tudom, hogy mi a magyar címe ennek se. Ez egyébként egy jó könyv volt, aztán olvastam a Fiú, akit karácsonynak hívnak ott, ez egy nagyon jó könyv volt, ez nekem nagyon tetszett, és olvastam a How to Stop Time-ot, ez viszont nagyon nem tetszett. Igazából azért Matt Haiget választottam ehhez a kérdéshez, mert tőle olvastam már könyvet, ami tetszett is, meg könyvet, ami nem tetszett. Szóval így nagyjából így ide tartozik szerintem. A harmadik kérdés a falánkság, vagyis hogy melyik könyvet faltam újra és újra szégyenérzet nélkül. Percy Jackson és az olimpasziak, a villámtolvaj. Ehhez nem fűzök további mondani valót. A negyedik bűn a lustaság, vagyis egy könyv, amit lustaságból elhanyagoltam. Erre George R.R. Martintól és még két másik írótól. A Tűz és Jég világa, ez a Trónok harcához egy ilyen kiegészítő kötetnek mondható, az is egy jó súlyos és nagy kötet. Ezt még egyszer karácsonyra kaptam. Én ezt a könyvet el is kezdtem olvasni, 30 oldalt elolvastam belőle, úgyhogy tele van illusztrációkkal, és egyébként ez egy hatalmas könyv, és nagyon sok szöveg is van benne, ahhoz képest, hogy tele van illusztrációkkal, és úgy voltam vele, hogy hát lusta is voltam olvasni, meg úgy voltam vele, hogy először majd elolvasom a Trónok harcákat, és akkor majd utána törizek, mert ugye ez lényegében egy történelemkönyv, de majd egyszer elolvasom valamikor, nem tudom mikor, de szeretném sorra keríteni csak. Csak a méretéből kifolyólag még nem sikerült rávennem magam. Az ötödik főbűn a büszkeség. Szóval a büszkeség, kérdés pedig, ami hozzá tartozik, hogy melyik az a könyv, amelyikről akkor szoktam beszélni, amikor nagyon intelligens olvasónak szeretnék tűnni. Ilyen könyv igazság szerint nincs, mert igazából nem vagyok könyvsznob, szóval nem gondolom azt, hogy az egyik
könyvtől intelligensebbnek tűnök, mint a másiktól. Szóval így nekem egyforma az összes könyv, és nem szoktam így büszkelkedni egyikkel sem, hogy elolvastam. Maximum, hogyha nagyon hosszú, de annyi. A hatodik főbűn a bujasság, a kérdés pedig, hogy melyik tulajdonságokat találom vonzónak egy férfi, illetőleg női karakterben. Hát a női karakterben biztosra tudom, hogy azonnal meg fogom kedvelni, hogyha mindenkinek szétrúgja a seggét. Szóval azt szeretem, hogyha ilyen önálló, erős, független női karakterek vannak egy könyvben, akiknek nincs szüksége férfiak segítségére. Férfi karakterben pedig, hát szerintem leginkább azokat a karaktereket szoktam megkedvelni nagyon gyorsan és azonnal, akik, most hogy mondjam, nem ez a nagyon macsó, hanem nagyon sokat poénkodnak, meg ilyen magabiztosnak mutatják magukat, viszont amikor egy barátjuk bajba kerül, akkor azonnal mennek, segítenek rajta, és egyébként itt konkrétan Percyt próbálom leírni, hogyha egyszerűbb, szóval az olyan karaktereket szeretem, mint Percy Jackson, igen, Rick Riordan forever, akkor nem bonyolítom túl, ha az olyan karaktereket szeretem, mint Percy. Persze Nikót is nagyon szeretem. Az utolsó főbűn, az irigység, vagyis melyik könyveket szeretném megkapni ajándékba? Hát nagyon sok könyvet szeretnék, mint akármelyik könyv moly szerintem, de én leginkább amelyik könyvekre tényleg úgymond fáj a fogam, az egyrészt megvan az összes Percy Jackson könyv nekem, viszont úgy vannak meg, hogy van két kemény táblás, három puha táblás, aztán van két puha táblás, három kemény táblás, és én tényleg nagyon-nagyon szeretném, hogyha a Percy Jackson és az Olympus hősei sorozatom is meg lenne úgy, hogy az összes egy formátumban, lehetőleg a kemény borítós változatban, és akkor így nagyon szép képet adnának a polcomon. És ugyanezt nagyon szívesen eljátszanám a Gyűrűk Ura könyvekkel is, tehát hogy a három Gyűrűk Ura könyv nekem meglegyen ebben az új, szép, fekete borítós változatban, mert az nagyon tetszik. Meg a Hobbit is abban van meg. És hát nem mondom, szívesen megszerezném magamnak saját példányként a 7 Harry Potter könyvet is, a régebbi borítókkal kemény fedelesben, mert nekem külön nincs meg saját példányom Harry Potterből, mert a nővéremnek van, megvan több soron is, szóval nekem nem kell külön még egy rakat példány, de azért szívesen megszerezném őket. Ez volt a 7 főbűn tag. Ha gondoljátok, ti is töltsétek ki a taget a kommentekben, vagy akármilyen másik oldalon, ahol szeretnétek, de nyugodtan küldjetek kommentben hozzá egy linket, hogy megnézhessem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!